Hétfő estig megállapodást köthet a DK, az MSZP és az Együtt PM az őszi önkormányzati választás Budapestet érintő kérdéseiben. Ezt a három párt képviselői mondták. Szerintük közeledtek az álláspontok annak érdekében, hogy a fővárosban legalább 15 baloldali polgármester legyen. A főpolgármester jelöltről és úgy általában személyi kérdésekről viszont senki nem mondott semmit. A budapesti önkormányzati választáson együtt kíván működni az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM. A DK ügyvezető alelnöke Molnár Csaba azt mondta, napokon belül megszülethet a megállapodás. A jövő héten, reményeink szerint a jövő hétnek az első felében végleges megállapodást fogunk tudni bejelenteni. Sikeresnek tartotta a mostani egyeztetést az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is. Szerinte az ellenzéki pártokat a kormány hozta nehéz helyzetbe. Nem mi vagyunk az akadálya a többség megreállásának, hanem az a Budapest törvény és az a választójogi törvény, amit a Fidesz újfent hozott pár perccel a választások előtt. A megbeszélésen szó volt a főpolgármester jelöltről is, de részleteket nem tudhattak meg az újságírók. Fontos előrelépés történt a korábbi állóháborúhoz képest, amelyben nem sikerült előrelépni az elmúlt hetekben. Ezt értékelem, köszönöm annak a tárgyalópartnernek, aki ebben tovább tudott lépni, és minden tárgyalópartner lépett tovább ezen az elmúlt három órában. Ezt úgy értette az egyik újságíró, hogy az MSZP-s főpolgármester jelölt Horváth Csaba visszalépett, de ezt félreértésnek minősítették a politikusok, és semmilyen személyi ügyről nem nyilatkoztak. Szigetvári Viktor azt közölte, előrébb jutottak annak érdekében, hogy Budapesten legalább 15 baloldali, balközép és szabadelvű polgármester legyen, mert, ahogyan fogalmazott, sok korrupt, fideszes polgármestert kell leváltani. Közös kiáltványuk lesz, hogy Budapest ügye miért fontos az ellenzéki pártok számára, hiszen a várost elsorvasztja a kormány. Ezt a kiáltványt közösen hirdetik a kampányban, ha létrejön a megállapodás.